Sziasztok! Én Bálint János vagyok, és elérkeztünk egy újabb recept videóhoz. És mivel itt a nyár, a strand szezon, és már lehet menni mindenhol, mert hogy vége ennek az egész karanténnak, úgy döntöttem, hogy egy fagy receptet hozok nektek. És mert tőlem megszokhattátok már, hogy nagyon egyszerű recepteket hozok, ezért most is arra törekedtem, hogy a fagyi az nagyon kevés alapanyagból álljon. Konkrétan főzőtejszín és vanília ízesítésű fehérje lesz az egyik, de mivel szerintem a csoki fagyit is sokan szeretitek, ezért a másik szintén főzőtejszín, valamint cukrozatlan holland kakaó és édesítésnek pedig erítetet fogok használni, és lényegében ennyi lesz a vanília, valamint a csokifagyi alapja. Szükségünk lesz még egy Toolmix gépre, illetve ez nagyon cuki szerintem, egy ilyen fagyi csinálóra. Nagyon egyszerű, csak bele kell tölteni bármit, amit szeretnél lefagyasztani, ezt beledugod, és egy olyan éjszaka alatt ez szépen annyira megdárad, hogy amikor kiveszed, akkor ott lesz rajta majd a fagyi. Ezt pár száz forintért vettük a Pepco-ban, ha jól emlékszem. De ha esetleg ilyen nem áll rendelkezésre, bármilyen zárható edényben bele tudod rakni a fagyit, berakod egy éjszakára a hűtőbe, és másnap már élvezheted is. A pisztácia kifagyott. Van vanília, karamell, tutti frutti, rumos dió és kávé. Oké, akkor legyen mondjuk tiszta csokoládé egy kis pisztáciával. Mondd, te süket vagy? A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt. Azért ne kap fel mindjárt a vizet. Hát ha nincs, nincs. Azt azért még hozzátenném, hogy lehet, hogy nem ez lesz a világ legfinomabb fagyja, de hogy a legkevesebb alapanyagot tartalmazza, ebben teljesen biztos vagyok, hiszen elég, hogy csak felnézel a netre, és otthon elkészíthető fagyi receptjét megnézed, akkor rengeteg alapanyagot kérnek, sűrítettel, ami általában ugye cukrozott, mascarpone, és tényleg egy csomó alapanyag van. Én megint arra törekedtem, hogy a lehető legkevesebb alapanyagból csináljuk meg ezt a fagyit is. Ami nagyon fontos még, hogy ez abszolút szénhidrátmentes lesz, diétában, ketogén diétában is fogyasztható, és igazából szerintem vágjunk is bele. Nos, először a vaníliafagyit fogom megcsinálni, amihez kell a habtejszín, ez látható, hogy 30%-os, 200 ml, az egész mehet bele a tálba. Így. Jöhet hozzá egy adag fehérje. Így. Majd nagyon egyszerűen összekeverjük. Egy picit megkóstoljuk. Nagyon jó. Nincs más dolgunk, mint hogy elkezdjük belerakni ebbe a fagyi formába. Mint mondtam, hogyha nincs ilyen otthon semmi gond, sima zárató edény is teljesen megteszi, sokkal egyszerűbb abba belerakni. És mondhatni még egy éjszakát sem kell várni, hogy megdermedjen, mert pár óra múlva már akár lehet is kanalazni ki belőle. Érdemes letörölgetni egy kicsit a habverőt, mielőtt belekezdünk a csoki fagy elkészítésébe. Így az igazából már mondhatom teljesen tiszta, és jöhet a következő. Ugyanúgy ebbe is ugyanaz a tejszín fog menni, habtejszín.
az arányok abszolút egyénfüggőek. Én két kiskanálnyi kakaóhoz rakok 4 kiskanálnyi eritritet. Akinek kicsit édesebb ízek kellenek, az nyugodtan rakhat bele 4 helyett 5 kanállal, szerintem annál több nem kell bele. És mehet megint a turmixolás. Ezt is megkóstoljuk. Jó. Ilyenkor még lehet belerakni egyébként egy kis édesítőt vagy kakót, attól függ, hogy ki hogy szereti. A következő lépés nem más, mint hogy beletöltsük a fagyi formába ezt a csoki masszát is. Elkészültünk a fagyikkal, szerintem nagyon egyszerű volt, persze lehet csinálni akár gyümölcsöset is, vagy bármilyen másikat, én a legegyszerűbb módszerhez folyamodtam, és a lehető legkevesebb alapanyagot akartam belerakni ebbe a fagyiba, úgyhogy nincs más dolgom, mint hogy berakjuk a fagyasztóba, és várjuk holnap reggelig, amikor már meg is lehetne enni, de azért tudjuk, hogy a reggelire nem eszünk ilyet, sőt, ez a fagyi is, mint minden recept, ahogy már többször is elmondtam, csak és kizárólag arra van, hogy a ketogén életmód, vagy bármilyen diéta, bármilyen életmód, amikor változást akarsz a testeden, az egy picit elviselhetőbb legyen. Hiszen ezet nélkül, az ízet nélkül, vagy a pizza nélkül, vagy a kókusz, vagy a szendvics nélkül, amiket ugye elérsz nálam a csatornán, az ott nélkül sokkal nehezebb lenne szerintem ez az életmód, ez az egész változás, és ezek a receptek tényleg arra való, hogy havonta egyszer-egyszer, mondhatni, engedj a csábításnak, és azokat az ízélményeket átéld, de cukor, lisztmentesen és egyéb olyan, mondhatni, diétában nem élő alapanyag mentesen, amik hátráltatnának a célod elérésében. Persze van, aki azt mondja, hogy tart egy-két csalónapot, vagy egy-két csaló étkezést, elmegy egy cukrászdába, persze meg lehet ezeket is csinálni. Én viszont annak vagyok a híve, hogyha már ketogén diétát folytatok, akkor olyan édességeket, olyan ízélményeket választok, amik beleélnek ebbe az életmódba, és egyszerűen, tényleg egyszerűen otthon bármikor elkészíthetőek. Úgyhogy rakjuk is be a fagyasztóba, és várjunk egy pár órát, hogy elkészüljenek. Fagyik elkészültek, viszont ilyenkor azért még nem nagyon vehető ki belőle, és kint kell hagyni szobahőmérsékleten 5-10-15 percet, de addig, amíg a fagyi kicsit felolvad, hogy ki tudjam a tartójából venni, egy nyereményjátékot szeretnék nektek bejelenteni, amiben egy ilyen cukormentes mirázs vanília ízesítésű fehérjét lehet nyerni, amiből egyébként a fagyit is csináltam. Amihez nem kell sok dolgot tennetek, mindössze. Ha nem iratkoztál fel a csatornára, akkor kérlek iratkozz fel, ez az első számú feladatot azért, hogy részt vehess a nyereményjátékban. A második, hogy kérlek oszd meg ezt a videót a Facebook oldaladon, hogy mások is tudjanak ilyen egyszerű fagyit otthon csinálni. A harmadik és egyben utolsó dolgod, amikor ezeket megcsináltad, itt a videó alatt kommenteld be, hogy feliratkoztam és megosztva a Facebookon. Szóval ennyi a dolgod, hogy iratkozz fel, oszd meg Facebookon, majd ide a videó alá kommenteld, hogy ezeket meg is csináltad. És a következő videóban pedig kifogok egy ilyen, nyilván bontatlan dobozú vanília ízesítésű fehérjét sorsolni köztetek.
akiknek a kommentjét ott aludtam a olvast, és nyilván meg is osztották a videót, úgyhogy hát ezt elég gyorsan elmondtam, és szerintem nincsen kész a fagyi, úgyhogy jöjjünk vissza egy pár perc múlva. Jó lett, és ez konkrétan így néz ki. Hát, mint látható, ez nem az a megfagyott, kristályos, egybetömb fagy, mint amit néha, ha már kipróbáltátok, akkor kaptatok. Ez tényleg ilyen nagyon jó krémes állagú, és ezt szerintem a legegyszerűbb úgy tudom bemutatni, hogyha egy késsel itt egy picit így bevágok, ezt így lehet látni, hogy ennyire jó a fagyi. Tehát ez nem egy ilyen megfagyott tömb, hanem ez egy tényleg nagyon jó és nagyon finom kis fagyi. Szóval ilyen vanília ízű fagyit tudtok csinálni, és ráadásul a fehér is megkapjátok hozzá, hogyha ezt a videót megosztjátok, amiért én nagyon hálás vagyok. Találkozunk a következő videóban, jövő héten vasárnap, és akkor ki is derül, hogy ki fogja nyerni ezt a fehérjét. Úgyhogy addig is minden jót kívánok nektek, csináltok ti is fagyit, élvezzétek a nyarat, és köszönöm a megtisztelő figyelmet. Sziasztok!